Tekereg a szívféreg a kutya szervén. Ezeket a felvételeket idén tavasszal készítette a szexádi kutyamenhely vezetője egyik védencük műtétjén. Azt mondja, míg 10-15 évvel ezelőtt ez a betegség ismeretlen volt számukra, manapság a menhelyen élő kutyák jelentős részéről derül ki, hogy szívférges. 10-15 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag ez a betegség még nem fordult elő, és a globális felmelegedéssel most már nem csak más országból behurcolt betegségek vannak, hanem az egész országot érinti nagyon komolyan, és nekünk is ez egy nagyon komoly dilema, mert egyre több kutyáról szerzünk tudomást, hogy vagy mikrofilária fertőzött, vagy pedig szívférges. Baltazárnál is diagnosztizálták a betegséget, el is kezdték a gyógyszeres kezelését, most tesztre érkezett a rendelőbe. Úgy tűnik, még nem sikerült kiűzni a szervezetéből a szívférget. Tolnai Kata állatorvos azt mondja, azért emlegetik csendes gyilkosként ezt a betegséget, mert sokáig semmilyen tünettel nem jár. Akkor már azért akkor nagyon nagy a baj. Sokszor, tehát tünetmentesen fejlődik hosszú évekig is akár. És amikor a tulajdonos észrevesz, hogy tünetek vannak, fáradékony a kutya, nehezebben mozog, leül, köhécsel, nedvesen köhög, az már a gyanút felkeltheti. Nyilván ezek a tünetek számtalan másik betegségre is utalnak, de ma már ilyenkor felmerül a szívférgességnek a gyanúja is. A betegséget a szúnyog terjeszti. Ha egy fertőzött kutyát megcsíp a vérszívó, akkor kiszívja a mikrofiláriákat, vagyis lárvákat, amik utána a szúnyogban fejlődnek tovább. Azokat adja tovább a következő csípéssel. A szívféreg akár 30 cm hosszúra is megnőhet, és 7-10 évig is élősködhet a kutya tüdejének, szívének nagyobb ereiben. Tolnai Kata azt mondja, a betegség nehezen kezelhető, és sokszor nem lehet megmenteni a kutya életét, ha már benne vannak a férgek. Ezért az évi egyszeri szűrés elvégzését és a vérszívók elleni védekezést ajánlja a gazdáknak. Többfajta módszer létezik, vagy cseppek, vagy tabletta, vagy pedig távoltartó szúnyogot, távoltartó készítmények, vagy pedig ezeknek a kombinációja. Tolnai Kata elmondása szerint 10 éve még egzotikus betegségként jegyezték a szívférget az állatorvosi tankönyvek, manapság pedig naponta találkoznak újabb és újabb esetekkel. A NÉBI által végzett kutatás is ezt támasztja alá, ami szerint az átlag hőmérséklet emelkedésével a fonalféreg okozta megbetegedések száma is egyre nő.